Örömteli hírről számolt be Máté Péter, szekszárdi önkormányzati képviselő, hiszen hamarosan folytatódnak a szekszárdi uszoda építési munkálatai. A képviselő, mint legutóbb, úgy most is elmondta, nagy hiba volt a korábbi uszodát bezárni. Március 6-án voltunk a sportállampitkárságon, és akkor a Facebook posztomban ezt el is mondtam, hogy meg fog épülni uszoda, és várhatóan május közepén kezdődni fog. Ez megvalósult, tehát ideig tartott az egésznek a dokumentálása, és ma már tudott dolog, hogy ki nyerte. Vemészszer, Laterex, Konzorcium, kettő darab profi építő cég, akiknek referenciájuk van, a Veszprémi uszodát építették, a Palatinus strandot építették, tehát kimondottan jó referenciával rendelkeznek, meg tudják valósítani a munkát. Az épület nem megfelelő részeit a szakemberek a munkálatok során át fogják alakítani. Véleményem szerint azt húzni kellett volna még addig, amíg a következő nem épül meg. Ennek a jelenlegi uszodának az alapkületétel 2018-ban történt. 2018 óta idáig jutott. Horváth István országos képviselő együttműködésével, vagy vele együttműködve sikerült elérnünk azt, hogy a magyar állam átvette tőlünk az uszoda beruházást, tehát így a városnak ez már nem került pénzébe, és az üzemeltetést is. Tehát a magyar állam megépíti, és a magyar állam fogja üzemeltetni uszodát. Ez nagyon fontos, és lesz egy jó nagyméretű uszodánk, 33-25 méteres uszomedencével, tanulómedencével. Ennek nagyon kell örülnünk. Máté Péter szerint a létesítmény nagy adósságuk a szekszárdiak felé, ezt szeretnék törleszteni. Az egészet úgy tudom, hogy át kellett tervezni, mivel 2018 óta változott a szabvány, és ettől kezdve egy sokkal energiahatékonyabb uszodánk lesz, mint ami eredetileg épült volna. Tehát ez igaziból feltételezem, hogy az eddig megépült bizonyos részleteknek az átalakításával jár. Ezt megkezdik, és utána folytatják. A politikus bízik benne, hogy az uszodát 2025-ben már használatba vehetik az úszni vágyók.